Téli esedik az autó. Lefújtam, ledrótkefésztem. És lefújtam a fékdobot, hátsó fékdobot. Hogy ne egy ilyen rozsdás szar fékdobra üljön fel a új téli lemezelni. Itt megfújkáltam még, amiket kellett. Esetleges rohadáspontokat, ezzel a remek verivel, sprével, kíváncsiak meddig fog tartani. És akkor utána pedig most megyek át a másik oldalra, csinálom azt a felét. Ugye, hogyha ilyen olajemelővel emeltek ezzel a fajtával, akkor ilyen öreg autóknál érdemes betenni alá egy ilyen falapot, hogy az erőt eloszlassa. Ugyanis könnyedén át tud szakadni a küszöb. Ez ilyen jó tanács. Kéziféket nem húztam, a kerék van kiékelve. És így akkor a hátsó fékdobot ugye körbe tudom forgatni. Iba nélkül, és akkor könnyebb a festés. Na, szép emelkedik. Na, látjátok? Így tudjátok megkibélni a küszöböket. Na, ezt megemelem, és lekapom a kereket. Na, jó lehet látni, hogy így össze volt rohadva ez a hátsó fékdob. Ezen most végigmegyek azzal a drótkoronggal. És akkor utána szépen megfújjuk. Egyelőre itt nem látok problémát, innen fogom a berakódott sarat meg innen kikapargatni. Aztán ugye még a téli felnéjén még nincsenek átbumizma. Úgy, arra még várok most hétvégén, de kicsit előkészítem a dolgokat. Ennyi. Sziasztok!